Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Kós, január 2024. Egy picit belekukkantunk ebbe a hónapba. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nagyon jelentős események várhatóak januárban. Hát először is január eleje. Január 2-án a Merkur befejezi a retrográd állapotot, De Isten igazából ez az egész retrográd folyamat, amikor az árny oldal is befejeződik, az január 21 lesz. Január 21, január 22, nagyon-nagyon szerencsés napok. Január 21-én a Merkur vissza fog térni ugyanabba a fogba, ahonnan kezdte a retrográd állapotot, még december 13-án, és itt lesz egy együttállás, Merkur-Mars együttállás. A Mars itt nagyon erős, nagyon energikus, a Mars a ti bolygótok, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsés nap, sőt, ide fog csatlakozni a Jupiter, ilyen trigon fog képződni, a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, úgyhogy január 21-én könnyen lehet valamit elérni. Nagyon szerencsés nap. Január 22-én nap Plutó együttállás, a nap energikus, a Plutó hegyeket forgat meg. Megint csak nagyon-nagyon szerencsés nap. Nos, hát akkor kezdjük január eleje. Január eleje. Na nézzük. Január eleje. Na, mi van itt? Erő! Milyen kártyával kezdünk, nagy arkánum? Erő. De hát a kós erős, a kós bátor. Tehát akkor azt tudnám mondani, hogy itt dupla erő fog megszületni, dupla bátorság. De jó. És ez nem fizikai erő. Tehát lelki erő elsősorban itt inkább. A tudás ereje, az intelligenciának az ereje. Erősek vagyunk. Lehet, hogy valaki azt fogja megfogadni, hogy kész leteszi a cigarettát, vagy kész egészségesen fog táplálkozni január 1-től. Ez a kártya segít. Tehát ha egy picikét nehéz lesz, vagy nagyon nehéz lesz, akkor itt jusson eszünkbe ez a kártya, hogy erős vagyok, meg tudom tenni, végig tudom vinni ezt a folyamatot, ezt az ügyet, amit elterveztem. Megyünk tovább. Ó, megint nagy arkánum, és ez az uralkodó, ez maga a kos. A kos kártyája, az uralkodó. Tényleg erős lesz a kos? Igen. Tényleg bátor lesz a kos? Igen. Na, milyen az uralkodó? Ő dönt, a kezébe veszi az életét, a sorsát, az irányítást, akár az életében, akár a vállalkozásában, akár a család ügyei, tehát bármi. A kos itt a vezér. Megyünk tovább. Nagyon szeretem ezt a kos energiát. Ez az erős, ilyen mars energia dominál itt a kosoknál. Az akarat. Nos, mi van itt? 8-as kelyhek, jaj, de jó. Amikor kijön ez a kártya, akkor fejlődni akarunk. Akkor tényleg előre akarunk haladni, valamit elérni. Új év, új célok. Tessék. Ez a kártya még azt is szokta üzenni, hogy valamit ott hagyunk 2023-ban. Változtatni akarunk, fogunk is, tehát ez már azért eldöntöttük 2023-ban már, ez nem egyik pillanatról a másikra születik meg, hogy na most akkor ez és ez lesz az életemben, most ott hagyom a munkahelyemet, nem, ez már egy folyamat, és akár itt nagy változás lehet. Akár tényleg valaki ott hagyja a régi munkahelyét, új munkahelyet fog kezdeni, vagy ott hagyja a régi párkapcsolatot,
Tehát itt akár nagy dolgok lehetnek, mert fölötte kettő darab nagy arkánum. Maga az uralkodó, aki irányít, aki dönt, aki az utolsó szó. A hatalom a kezében van, és fölötte az erő. Megyünk tovább. Január közepe. Na nézzük. Szokták kérdezni a kártyákat, hogy milyen kártya, mi a neve a kártyának. Szinte mindig megmutatom a dobozkákat. Így. És ott lehet látni, hogy milyen kártyáról van szó. Nos, na nézzük. És megint az uralkodó. Kettő darab uralkodónk van. Ez nagyon erős. Duplán. Ugye? Kijött az uralkodó, ez dupla erő, dupla hatalom, dupla akarat. Az uralkodónak megvan a terve. Ő terv szerint halad. Mindent megfontol. Az uralkodó megbízható. Megbízható. Stabil. De jó. És megint csak azt tudom mondani, hogy ugye a kos kártyája. Kimondottan a kosé. Az is lehet, hogy az életünkben itt ilyen személy, valamilyen fontos személy, fontos szerepet fog játszani. Egy ilyen uralkodó. Lehet ő egy főnök, lehet ő egy családtag. Ugye, de egy ilyen domináns, egy ilyen vezér, egy igazi vezér. Tehát az uralkodó a legnagyobb vezér, hiszen a kos ilyen. Ugye, ő a vezér, ő nyitja az egész asztrológiát. Ő a legelső csillagjegy. Na nézzük tovább. Megint tűz energiát kaptunk. Ez az ötödik kártya, és ebből négy tűz energia van. Ráadásul három nagy arkánum. Nagyon erős. Tűz energia. Égünk a vágytól valamit elkezdeni. Mert aprod az mindig kezdés. Valamit el akarunk kezdeni. Valamilyen lehetőséget itt kaphatunk. Nagyon jó lehetőséget. És itt már lehet kezdeni. Tehát január 5-e után már lehet kezdeni. Január 2-áig retrográd a Merkur, még kell neki 2-3 nap, mire felgyorsul. Igazán nagyon nagy dolgokat, mint a lakásvásárlás, mint az autóvásárlás, január 21 után. Mert akkor fog a Merkur kilépni igazából az egész ebből a retrográd időszakból, az árnyi időszakból is, az árnyék időszakból is kilép, jó? De itt már lehet kezdeni. A gyermekek kártyája is egyébként. És itt van a tűz energia. Lehet, hogy a gyermekünket beíratjuk a sportra, sportolni. Ugye a sport is tűz energia, vagy mi elkezdünk itt sportolni. De az biztos, hogy itt van akarat. Itt nagyon nagy akarat van, valamit akarok. Kilences föld energia ér még, jaj, de csodálatos kártya. Hát ez maga a bőség kártyája. Sőt, itt ha valami elkezdődik, akkor az biztos, hogy sikeres lesz. Tehát kapunk egy jelzést. Ez a kártya maga a pénz. Ugye, érmék az pénz. Jön a pénz, jönnek az anyagi lehetőségek, és a 9-es mindig azt üzeni nekünk, hogy valamit elérünk az életünkbe, és örülni fogunk ennek a sikernek. Egyszerűen itt az ember tényleg büszke lehet magára, hogy na nekem ez sikerült. És az érmék mindig nagyon szeretem elmondani, hogy nem csak pénzt mutatnak, hanem értéket. Na most kinek mi az érték? Lehet, hogy valakinek itt az lesz az érték, hogy igenis elkezdjen rendszeresen sportolni, ugye a sport az tűzenergia, ahogy mondta, és ne szakadjon meg ez a folyamat fél úton,
hanem végig igen sportolni, egy picikét lefogyni esetleg, és ez sikerül, lehetséges. Lehetséges. Megyünk tovább. Január vége, ráadásul itt január 22-én. A Plútó csillagjegyet fog váltani. Na hát ez végképp nagy hatalom. Kilép a Bak csillagjegyből és belép a Vízöntőbe. Az egész emberiségre kihat. Hat. Ez a folyamat, ezt lehet érezni, a Plútó a legnagyobb hatalmas energia, ráadásul nem csak a Mars a ti bolygótok, hanem a Plútó is, erről sokan nem tudnak. Nos, a Plútóról van több videóm, van külön például, hogy a kosnak mit jelent, mit hoz a Plútó, ez a nagy változás, hiszen itt egy 20 éves korszakról beszélünk, és megint tűzenergiát kaptunk, egy királynőt, boltok királynője, és ez maga a kos. Egyszerűen zseniális. Zseniális kártyákat kapunk, zseniális ez a kirakás. Tűzenergia dominál, kos energia dominál. Már a harmadik kos kártyát kapjuk, tehát a kos igenis. Nem csak uralkodó lesz, hanem uralkodó nő is. Jó? Tehát itt királynők és királyok leszünk, uralkodónők és uralkodók. És ez a királynő is milyen? Hát nagyon nagy motivátor, nagyon jó üzletasszony, és megint itt dominál az akarat erő, az aktivitás, előre haladni a célokhoz, az álmokhoz. Zseniális. De hát már a legelső kártya, ugye nekünk ezt megmutatta, a legelső kártya kihat az egész kirakásra, az nagyon fontos. És nagy árkánum az erő. Az erő. Megyünk tovább. 8-as, és megint kelyhek, és ugyanaz a 8-as itt van. Itt van. 2 darab 8-asunk van, hogy igenis változtatni fogunk. Valamit a múltban hagyunk, és valami újat kezdünk. Valakinek ez egy új élet. Valaki lehet, hogy ő ott hagyja a hazáját, külföldre megy dolgozni, bármi lehet. Bármi. És ezen a kártyán lehet látni, hogy itt teli hold van, jó? És itt lesz teli hold, figyelem, valamilyen fontos esemény történhet teli holdkor, plusz-minusz egy-két nap, vagy, tehát ugye a teli holdnak a hatása is 2 hétig tart, tehát ez az energia 2 hétig tart. Valamit megtudhatunk, jó? Megyünk tovább. Menjünk tovább. Na, mi van itt? Ó, nagy árkánum, ez maga a halál, ez maga a Plútó. A Plútó itt is megmutatja magát. Tehát a Plútó ez maga a nagy változás. A Plútó az élet és a halál. És ez a kártya is az élet és a halál. Valami, ami már elhalt, ami már nem életképes, ami már nem működőképes az életünkben, kész. Azt nem fogjuk tovább cipelni. De már 2 darab ilyen kártya van, 2 darab 8-as ráadások, kelyhek. Tehát itt már lehet látni ezt az üzenetet, hogy változás van. Viszont ez karmikus kártya. És ugye a karmikus csomó, az északi aráhu, az most a kos csillagjegyben tartózkodik. Erről is van külön videóm. Úgyhogy itt igenis a kos az egyik főszereplő. Nagy változások. Milyen érdekes és erős kirakás. Brutálisan erős. Megyünk tovább. Az év kereke, plusz információ. Na nézzük csak, mi van itt. Az év kereke, új év kezdődik. Na nézzük.
Na mi van itt? Tízes kelyhek, jaj, de csodálatos. És ráadásul kártyapakli alja, az is egy tízes tűzenergia, a ti energiátok. Ez botok tízes, ez meg kelyhek tízes. Elérni a célokat. Kelyhek tízes, hát ez milyen kártya? Olyan, mint a karácsony. Képzeljük el, ugye a család kártyája, a boldogság kártyája. Mint a karácsony, amikor mindenki boldog, amikor együtt van a család, amikor együtt tudunk egy kicsikét ünnepelni, egy kicsikét egymásra hangolódni, amikor ott a béke, amikor ott az ajándék. Na hát ez egy ilyen kártya. Olyan, tényleg, mint a karácsony. Boldogság, kelyhek, boldogság. Kell ez a változás? Kell. Tehát ehhez a boldogsághoz igenis határozottan kell ez a változás. Miért határozottan? Mert nagyon erős kártyákat kaptunk, ugye? Az uralkodó és az erő, ezek nagyon erős kártyák. De itt a boldogság. Csodálatos. Megyünk tovább. Az aranytarót, mit mond nekünk? Ráadásul azt nézem, az aranytarót, és a legelső kártyapakli, itt van lent. Ugyanaz a művésznő készítette ezeket a kártyákat, a Marketti. Nagyon szeretem. Szeretem a kártyáit, szeretem a rajzait. Nos, az arany tarot, a Lenormand kártyáját is nagyon szeretem. Már rég nem dolgoztam itt Lenormand kártyákat. Na majd 2024-ben előveszem azokat a kártyákat is. Kelyhek! Ász! Csodálatos! Csodálatos! Tehát az egyik kártya csodálatosabb, mint a másik. Kell ez a változás, kell. Ez boldogságot hoz. Az ász az mindig lehetőség. Az ász az mindig nagy lehetőség a boldogságra. Milyen boldogságot lehet itt elképzelni? Képzeljünk el egy keresztelőt, mert például a keresztelő is ide tartozik. Gyermekszületése, esküvő, ugye ez nagy-nagy boldogság. Na hát ilyen a nagy örömöt képzeljünk el, hogy itt a lehetőség valamilyen új, nagy boldogság forrásra. Ez maga a grál. Ez az egyik Jolly Jokerünk, a kelyhek ásza. És ott van az univerzum szeme. Ott van. Néz ránk. Segít minket. És küldi az ajándékot. Ezt az ászt. Nagyon csodálatos kártyákat kapunk. A boszorkányokat megnézzük. A mindennapi boszorkányok mit mondanak nekünk? A mindennapi boszorkányok. Nagyon-nagyon szeretem ezt a kártyapaklit is. Nagyon. A kis boszorkányok. Na nézzük. 9-es tűzenergiát kaptunk. Kós energiát kaptunk. A 9-es, a második 9-esünk. Itt van egy 9-es, ez érmék. Ez viszont botok. A 9-es, ahogy mondtam, ez maga a cél. Ez maga a finish. Valamit elérünk. De ez a kártya azt üzeni nekünk, hogy ez a valami azért nem könnyű. Miért nem könnyű? A kártyán is lehet látni, hogy ugye be van kötve a kis boszorkánynak a feje. Tehát szinte ez már egy fejfájás. De sikerül. Mi lehet itt? Bármi lehet, mert ugye olyan változásokat kaptunk, ugye három kártya utal erre. Itt van a 8-as, itt van a 8-as, és maga a halál, ez viszont nagy változás. Lehet, hogy ez egy felújítás. Felújítás, ugye ott is kell ez a tűz energia, ugye, hogy haladjunk. És lehet, hogy itt befejezzük, de
De már fáj ettől a fejünk, már elegünk van, jaj, végre befejeztük, végre készen vagyunk, végre kész a ház, kész a lakás, kész a festés, bármi lehet. Tehát ilyen dolgokat itt lehet elképzelni. Vagy lehet, hogy dolgozunk valamin, egy projekten, egy szakdolgozaton is. Végre befejeztük ezt. Nehéz volt. Még amit ez a kártya szokott üzenni, hogy meg kell védeni magunkat. Tehát támad az ellenség az lehet szó szerint ellenség, emberek lehetnek, konkurencia lehet, vagy problémák, egyik probléma a másik után, ilyen is lehet. Sikerülni fog, főleg, hogy a legelső kártyánk, ugye, már lehet látni, hogy sikerülni fog, mert a legelső kártya az maga az erő. Erősek vagyunk, megbirkózunk mindennel és mindenkivel. Megbirkózunk a problémákkal, megbirkózunk azzal az ellenséggel, ha netán támad az ellenség. Lehet, hogy itt változtatni akarunk, de a családtagoknak lehet, hogy nem fog tetszeni ez a változás. Jó, tehát bármi lehet. Lehet, hogy ki akarunk menni külföldre dolgozni, a családtagok azt fogják mondani, hogy ne tedd ezt. És velük kell ezt egy picikét háborozni, hogy már pedig én ezt megteszem. Jó? Vagy azt fogom bejelenteni, hogy kész, nekem elegem van ebből a kapcsolatból, elegem van a házasságból, változtatok. Jó, beadom a válást, és lehet, hogy a családtagoknak ez nem tetszik, akkor velük kell ezt egy picikét háborúzni. Jó, vagy a munkahelyen valami. Jó, de sikerülni fog. Tehát ez a kártya mindig azt üzeni, hogy sikerülni, főleg, hogy ilyen erős kártyákat kaptunk. Ugye nagyon-nagyon dominál itt a tűzenergia, a ti energiátok, ez nekem nagyon tetszik. Nos, plusz egy kártyát húzunk. A misztikus kártyánk legyenek, jó? Ez ilyen kis boszorkányok utána. Mi van itt? Ellenálló képesség. Hát ez tipikus koskártya. Ellenállok a rossz akaróknak, a problémáknak. Erős vagyok, bátor vagyok. Kaptunk egy megerősítést. Jó, de szeretem ezt a kártyát. Tehát fel kell emelkednünk. Szó szerint ez a kártya, azt szoktam mondani, hogy emelkedj a megpróbáltatások fölé. Van ilyen a kirakásban? Hogyne, hát kettő darab uralkodónk van. Itt a királynő, itt az erő. Ez sikerülni fog. Esélyt megvalósítani az álmokat, és itt megint csak van esély, hiszen van itt változás. Nyolcas, a halál, az viszont karmikus kártya, az nagy változás. És erő az előre menetelben. És az erővel kezdtük egyébként. Ugye? Itt az erőkártya. Tipikus koskártyát kaptunk. Ellenálló képesség. Hát ez erő, ez bátorság elérni az álmokat, a célokat, a vágyakat. Csodálatos. Hát, így tovább. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!